Köszönjük szépen a fővédnök és a védnökeinknek a bevezető szavait. Most előadások következnek, bemutatkozó előadások. Előtt azonban felszeretném olvasni azt az e-mailt, amit ma éjszaka küldött Bíró László Péter professzor, aki tudjuk, hogy pár hónappal maradt le a Nobel-díjról, amit tavaly a grafénosok kaptak. Ezt csak azért mondom előrevetőleg, mert az első szekcióban a Tudományos Akadémiának az Anyagtudományi Intézetéből két nanotechnológus fiatal barátunk fog előadást tartani, akik Bíró László Péter csoportjában vannak. A grafén a 21. század egyik legizgalmasabb anyaga. Egy mindössze egyetlen atom vastag lemez, amely esélyes arra, hogy a jövő nanoelektronikáját meghatározó anyaggá váljon. Felfedezői tavaly fizikai Nobel-díjat kaptak. Az Európai Unió idén májusban Budapesten hirdette meg 6 zászlós hajó elnevezésű programját a forradalmian új technológiák terén. A 2012-ben kiválasztásra kerülő két program 10 éven keresztül 100 millió euró finanszírozásban részesül majd. Az esélyes programok egyike a grafén kutatásra fókuszál. Most már kint is van a honlapon, hogy a 6 zászlós hajó egyike a grafén. Az alkalmazások szempontjából meghatározó fontosságú a grafén atomi pontosságú megmunkálása. Az Akadémiai Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetnek kutatói világ elsők voltak ennek a feladatnak a megvalósításában. És azt is megjegyezném, hogy Bíró László Péter professzor Kolozsvári Egyetemre járt, kolozsvári, Nemesince Péter első előadónk Sepsi Szentgyörgyi, majd Kertész Krisztián, nagyszalontai kutatók, akik ugyanúgy, sőt, talán még jobban viszik előre a magyarság zászlaját, és nem akarnak külföldre menni és külföldi kutatóintézetekbe maradni. Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült egy valóban nívós társaságot összehozni. Itt ugye az űrtechnológiai csoport és az űrtechnológusok képviseltetik leginkább magukat, általában műholdak műszereit, alkatrészeit készítő és tervező meghívottak vannak. Az egyikőjüknek, Bonhangeri Kft. Vezetőjének, Solymosi Jánosnak és csapatának az egész műhold, egyik műhold modul egységét tegnap előtt, október 12-én lőtték ki Indiából. Tehát olyan emberek, akik nem csak elméleti kutatásának, hanem gyakorlatban is megvalósítják ezeket. Európában a nagy gazdasági recesszióban ugye mindenki siránkozik, ugyanakkor például a British Space Industry jelentése szerint Angliában a válság ellenére 250 cég 25 ezer alkalmazottal, ez van a Space Industry, tehát az űrkutató csapatban, évi 8%-os emelkedést és profit növekedést mutatott. Tehát ezek a területek igenis profitálók, és külön öröm számunkra, hogy Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr vállalt el a fővédnökséget, mert ezekre a területekre fel kell figyelni, és itt kell egy jelentős kormánytámogatás, hogy utána ezek a profitáló dolgok bejöjjenek. Ugyanakkor a két, az űrtechnológia és a nanotechnológia csoportok mellett meghívtunk 3 magyar gyártót, és mindjárt az elsővel szeretném, hogy kezdenénk az előadást. A Pannon Rider egy napelemekkel, alternatív energia meghajtású, furcsa bicikli, nem bicikli, autó, illetve hát különböző verziói vannak. Akkor sok szeretettel várjuk, és hallgassuk meg, hogy a Pannon Solar Kft., a Pannon Rider milyen kis előadást tart.